Két fordulóval a vége előtt még teljesen nyílt maradt a női kézilabda NB1 bajnoki címéért vívott párharc. Senki nem gondolta volna talán, hogy a Budaörs elleni mérkőzés is dönthet, akár a bajnoki cím sorsáról. Danyi Gábor áll mellettem. Gábor, nem arról van szó, hogy két pontot kell hozni Budaörsről, hanem nagyon nagy győzelemet kellene aratni Budaörsön. Mennyire változtatja ez meg a felkészüléseteket? Semmiben. Maradjunk annál a megközelítésnél, hogy egész évben sok-sok kihívás állt előttünk. A sportszakmai sérülések, különféle problémák. Én azt gondolom, többé-kevésbé, de inkább többé megoldottunk majdnem mindent. Most, hogy túl vagyunk a Bajnokok Ligája 4-es döntőn, van még valóban két mérkőzés, ahol nem elég győznünk, és nem csak a Budaörs, hanem utána a Békés Csaba ellen, hanem minél nagyobb arányú győzelmet kell aratnunk. Na most ez azért nem kis kihívás. Én nem szeretném ezt túl drámázni, vagy túl misztifikázni, de azért ebbe az állapotunkban, hogy most vagyunk, az nem kétség, hogy mindent meg fogunk tenni. De hogy ez hogy fog sikerülni, ez azért egy picit kérdéses. Ugye az elmúlt bajnoki mérkőzéseken látszott az, hogy amikor már volt egy szignifikáns előny, akkor több szerepet kaptak a fiatalok a mérkőzés utolsó fázisában. Most ez mennyire fog megváltozni? Most talán... Én azt gondolom, talán még hangsúlyosabb lesz, mert ugye a Bajnokok Ligája döntő, és az elődöntő sem múlt el nyomtalanul. Magyarul fizikálisan itt komoly olyan problémák maradtak, újabb sérülések, illetve azt gondolom, talán az egész csapat olyan szinten le volt terhelve, és leterhelődött, kiürült, és ez azért nagyon-nagyon nehéz ezeket az akkumulátorokat most újra tölteni. Az nem kérdés, hogy mindent meg fogunk próbálni, és meg fogunk tenni, hiszen a magyar bajnoki cím az hiányzik még, és nagyon-nagyon komolyan vesszük, és nagyon meg szeretnénk nyerni a magyar bajnokságot is. De azért ne gondolja senki, hogy ez egy sétagalop lesz, és az egyik mérkőzésen 18-al, a másikkal meg 28-al nyerünk. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz, de az is biztos, hogy meg fogunk tenni mindent. Néhány nappal ezelőtt negyedszer nyertétek meg a Bajnokok Ligáját, azért gondolom ez egy kis plusz adott a csapatnak, tehát nagyon lelkes lehet mindenki a hétvége előtt. Az nem kérdés, hogy ez mennyi plusz energiát és plusz motivációt ad, hogy sikerült az évbe behúzni a Magyar Kupa után a Bajnokok Ligája címet is, de azért azt gondolom, ismervén a csapatot, és főleg azt az arcát, amit a Bajnokok Ligája döntőn ebbe a két napba mutatott a Final Four-ba, ez a fajta mentalitás és ez a fajta hozzáállás, ez biztos, hogy át fog segíteni bennünket ez alatt az 5-6 nap alatt, ami még hátra van ebből a bajnoki évből, és a Budaörs ellen és a Békés Csaba ellen is legalább úgy fog küzdeni a csapat, ahogy a hétvégén ezt Budapesten tette. És neked személyesen is tartozunk egy gratulációval, hiszen mostantól nemzetközi mesteredzőnek mondhatod magad. Mit jelent ez egészen pontosan? Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy egy edzőnek mindig képezni kell magát. Különféle trendek vannak, nem csak a hazai, a nemzetközi életben is, és hogyha ha ezáltal az ember több lehet, és még több ismeretet tud elsajátítani, akkor meg kell csinálni. Én azt gondolom, ez sikerült, de igazából majd a pályán fog eldőlni, hogy mennyit ér ez a cím.